Sziasztok! Nagyon sok kérdést kapok mostanában azzal a kapcsolatban, hogy miért nem vagyok hajlandó megvásárolni az S&P 500-at, és hogy miért mondom azt, hogy bérvis trendben van. Ezért a mai nap folyamán azzal szeretnék foglalkozni, és azt szeretném nektek megmutatni, hogy mi az oka annak, hogy nem vagyok hajlandó belevásárolni. Ennek csak egy szeletét tudom megmutatni, hiszen nagyon komplex elemzésekről van szó, és természetesen nagyon-nagyon-nagyon sokáig kellene magyaráznom, és mindent megmutatni, hogy az összes indokot fel tudjam hozni, de a legfontosabbokat összeválogattam nektek a mai nap folyamán, ezért ezt meg tudom mutatni. Rögtön elsőre kellene beszélnünk egy kicsit arról, hogy mi is az a curve. Tulajdonképpen a yield curve az egy nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy én miért nem vásárolom meg az S&P 500-at. Illetve meg fogom majd kereskedni, de természetesen short irányban, és várok arra a lehetőségre, hogy valóban shortba forduljon. Nos a yield curve az tulajdonképpen a 10 year yield és a 2 year yield, tehát a 10 éves kötvény és a 2 éves kötvénynek a spreadje, azaz a különbsége. Ez egy igen fontos mutató, és mindjárt meg is nézzük a csártyát, hogy miért, hiszen egyértelműen kiderül belőle az, hogy nagyon komoly gond felé haladunk, és ez a komoly gond közelebb van, mint hinnénk. A US Treasury 10-year yield és a 2-year yieldnek a spreadje, tehát a yield curve, ahogy hívják, egy nagyon érdekes tulajdonsággal rendelkezik. Amikor ez invertál, tehát a 0%-ot eléri, akkor minden esetben egy recesszió követi ezt az időszakot. Ennek megvan a szoka, hiszen a kötvényeknek ezen különbsége csak akkor tud nullához közeledni, hogyha a gazdaság valóban olyan szituációban van, hogy gyakorlatilag teljesen szétesés fenyegeti. Amikor tehát a yield curve a nullához ér, akkor ezt a jelenséget úgy hívjuk, hogy invertálódik a curve. Ahogy megnézzük ezt a csártot 1977-től egészen a jelen pillanatig, azt láthatjuk, hogy akárhányszor elérte a yield curve a nullás értéket, azt mindig követte egy recesszió. Ezen a csárton a recessziókat szürke sávon látjátok. Tehát minden alkalommal, amikor a yield curve a nullához ért vagy meghaladta azt, kis időre rá követte egy recesszió. A recessziónak a mértéke, illetve az ideje, az természetesen függ attól, hogy milyen gazdasági szituációban vagyunk, vagy voltunk akkor, de ez minden alkalommal előfordult. Előfordult ez egyébként 2020-ban is, tehát a yield curve először elérte a nullás értéket, majd pár hónapra rá gyakorlatilag megkezdődött a 2020-as recesszió, ami egy igen pici ideig tartott csak, meglepő módon, ugyanakkor nagyon-nagyon hirtelen rá, most már itt 2022-ben ismét elértük a yield curve -t. Ez tehát egy nagyszerű jelző arra, hogy tulajdonképpen mikor következik be a baj. Általában, amikor a yield kör eléri a nullás értéket, akkor 5 kötőjel 7 hónapon belül megtörténik a recesszió. Nagyon extrém esetben egy évig is eltarthat, de láttunk már olyan szituációt is, amikor szinte azonnal megkezdődött. Jelen pillanatban, mivel a yield kör elérte a nullás szintet, ezért már határozottan számítunk arra, hogy recesszió következzen. Ez természetesen nem csak én gondolom így, hanem nagyon komoly banki szakértők is már egyre több nyilatkozatot tesznek Kapcsolatban, hogy körülbelül 2020 telén, illetve ha egy kicsit elhúzódik, akkor 2023 elején már megtörténhet az amerikai Egyesült Államokban a recesszió, ami tulajdonképpen igen komoly hatással lesz majd az egész világra. Amit én elvégeztem nektek, az az S&P 500 csártyán a bejelölés, hogy mikor volt a yield curve megérintése, tehát mikor ért a nullás szintre, és azt mennyivel követte a recesszió, illetve ezen a csárton megnézhetjük azt is, hogy erre hogyan reagált az S&P 500, és ez nagyon tanulságos lesz. A következőről van szó, csak hogy ne tartson egyébként túl sokáig, nem 1977-től jelöltem be ezeket a szinteket, hanem ez esetben körülbelül 2000-től fogjuk megtekinteni. A csárt maga az S&P 500 tiszta indexnek a csárt mozgása, és természetesen itt is bejelöltem nektek, halvány kék sávval, hogy mikor történt a recesszió. A recessziót megelőzően itt egy nyillal kijelöltem azt, hogy mikor történt az, amikor a yield curve elérte a nullás szintet. Ebben az esetben, tehát az 1997-es brutál bull trendben tulajdonképpen az alsó trendvonalát vettem alapul. Amikor a yield curve elérte a nullát, akkor már a trendnek a tetején helyezkedtünk el. Megpróbált az utolsó körben még felszaladni, de hogyha kinagyítom a képet, akkor láthatjátok, hogy az utolsó megmozdulásában már nem tudott higher high szintet kialakítani, és tulajdonképpen ez volt az a pont, ahol a yield curve már át is haladta a nullás szintet, ekkor pedig megtörte az S&P 500 a bullish trendjének az alsó trendvonalát visszatesztelte azt és igen sokáig nem volt képes már tovább visszatérni. Tehát megkezdődött az igen kellemetlen és igen agresszív bearish trend az S&P 500 életében. De a recesszió nem azonnal jött el, mert hogy körülbelül 2002 februárjától kezdődött meg a gazdasági recesszió, ekkor az S&P 500 már régen a trendben volt, és nagyon-nagyon sokat zuhant. Sőt, a recesszió végére tulajdonképpen az S&P 500 már meg is találta az alját, és ez volt az a fordulópont, ahol újra trendbe tudott kerülni. Igen ám, de nem sokkal ezután, a yield curve újra visszatért a nullás szintre, mert hogy nyilvánvalóan alázuhant, ahogyan azt az előző csárton is láthattuk, viszont visszatért a nullás szintre, itt jelöltem megint egy nyillal, hogy mely volt az a pont, ahol elérte a yield curve a nullás szintet. Ekkor az S&P 500 még tudott húzni egy utolsó bullis rohamot, azonban a második próbálkozása már meghiúsult, és tulajdonképpen megint csak megtörte a bullis trendjének az alsó trendvonalát. Ez egy kicsikét masszívabb recesszió volt, amikor az S&P 500 bekerült a bearish trendbe, akkor kezdődött meg a recesszió, és ez eltartott egészen 2009. februárjáig, amikor is az S&P 500 megtalálta az alját, és végre forduló pontot talált magának. A következő alkalom, amikor ez történt, az a 2020-as beszakadás volt. Természetesen itt is volt egy extrém bulis trendje az S&P 500-nak, és ez volt az a pont, itt, amit jelöltem a nyillal, ahol elérte a yield curve a nullás szintet. Ekkor megint csak az történt, hogy az S&P 500 egy utolsó bulis rohamot húzott magának, majd borzasztó erővel megtörte a bulis trendjének az alsó támasztrendvonalát, és megkezdődött ez a nagyon pici recesszió, ami gyakorlatilag 2020 márciusában volt, csak szignifikáns, a gazdaságra való tekintettel. Ekkor pedig az S&P 500 elkezdte újra az ennél is durvább bulis trendjét. És itt tartunk jelen pillanatban, tulajdonképpen most van az a pillanat, és mindjárt megnézzük a csártyát is, hogy az yield curve elérte a nullás szintet. Viszont ebben az esetben az invertálás már azután történt meg, hogy az S&P 500 megtörte a bullish trendjének az alsó trendvonalát. Mint látjátok, ez a bullish trend nem volt nagyon kiegyensúlyozott, ezért nyilván a tapasztalatlan szemnek kicsit kérdéses, hogy miért pont ide kerül az alsó trendvonal. Ebbe segített nekünk az RSI, amely megvizsgálásánál a két alsó csúcsot össze tudtuk kötni, és tulajdonképpen amikor az RSI a saját alsó trendvonalát megtörte, ahogy az az rsi a dolga, jóval előtte szól nekünk arról, hogy mikor fogja majd az S&P 500 is megtörni a bullish trendvonalát. Bejelölöm nektek ezt az időpontot, itt jelzett nekünk tehát az eresi, hogy meg fogjuk törni a bullish trend alsó trendvonalát. Ahogy látjátok, egy kicsikét félrehúzom ezt a nyilat, látjátok, hogy még át sem törte az ármozgás valóban a bullis trendet, sőt a csúcson volt, amikor az RSI már szólt, hogy baj van, és ideje kiszállni minden pozícióból, ami vételi volt korábbról az S&P 500-ban. Ez nagyszerűen alakult, és jelen pillanatban ennél a csúcsnál járunk, amikor is a yield curve bejelzett, hogy nullás értékre került. Mindemellett természetesen az S&P 500 a es csárton egy Evening Star gyertya formációt is kialakít, azután, hogy az első megforduló pontjánál itt fönt egy ingolfing gyertyából indult ki a bearish trendje, tulajdonképpen az első visszatesztelési kísérleténél szintén egy bearish ingolfing gyertyával pattant meg lefelé, és jelen pillanatban egy bearish Evening Star gyertya formáció alakul a 7-es csárton. Ha megnézzük a yield a jelenlegi értékét, akkor gyakorlatilag már megtörtént az, hogy elérte az alsó részét idén, januárban, és azóta már pattan is fölfelé, ami az előző csártnál, ez természetesen egy invertár csárt volt, és lefelé pattanna el tőle. Ez történt ugye 2019-ben is, a 2020-as recessziót megelőzve, és most is tulajdonképpen pontosan ez történik. Ahogy láthatjuk tehát, a yield curve minden esetben előrejelezte a recessziót kivétel nélkül, és nem hibázott egyszer sem. Viszont az S&P 500-nak a mozgását is minden esetben előrejelezte, és minden bearish trendnél szólt a yield curve, hogy be fogunk szakadni. Ebben a példában, amit az előbb megmutattam nektek, tulajdonképpen a yield curve már a bearish trend megkezdése, illetve hát az S&P 500 bearish trendjének a megkezdése utáni jelzett be a nullás értékre, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy többször tapasztaltuk a yield kör nullás értékjelzésénél, hogy az S&P 500 még megpróbál egy utolsó bullish trendet felhúzni, tulajdonképpen ez most meghiúsulhat, mert hogy később kaptuk a jelzést, de ugyanakkor a bearish trend már elkezdődött. Az oka miért nem akarom megvásárolni az S&P 500-at, és várom azt, hogy még jobban leforduljon, és tulajdonképpen meg vagyok róla győződve, hogy le fog fordulni még jobban, az az, hogy bár megvan egy pici esélye annak, hogy egy utolsó nagy lábat húzzon felfelé, a bearish trend már elkezdődött, és az előzményekben csak akkor tudott az S&P 500 egy utolsó lábat felfelé húzni, ha a yield curve jelzésénél az S&P 500 még bullish trendben tartózkodott, nem pedig bearishben. Most ugye bár teljesen más a szituáció. A következő a helyzet, hogyha kiszámoljuk, akkor év elején szóltam nektek, sőt már a tavalyi év végén is, hogy idén nem nagyon foglalkozok a befektetésekkel, inkább kereskedésekkel, és nem a részvénypiacon, mert hogy rizikós, hanem a nyersanyagpiacon leginkább. Ez tökéletesen be is jött, hiszen számtalan tépét ütöttünk már azóta a nyersanyagpiacon, és még mindig nagyon sok lehetőségünk van. Mint tudatos kereskedő és természetesen felelősséggel a saját pénzemre, arra koncentrálok, hogy van két piaci ágazat, a részvények és a nyersanyagok. Természetesen azt láthatjuk most, hogy a részvény piaci ágazatán a legtöbb részvény nagyon-nagyon negatívan teljesít ebben az évben, hiszen az évet ha tekintjük, akkor végig negatívban zártunk. Nagyon nagy szakadások voltak, csak hogy említsem az Amazon-t, a PayPal-t, a Shopify-t, és még sorolhatnám, nagyon-nagyon sokan vannak. Tehát az egész részvénypiac rizikós, és igen, valóban vannak olyan részvények, amik jól mennek, természetesen én is figyelek hadipari részvényeket, és nyersanyaggal kapcsolatos részvényeket is, de igen, kevés ahhoz képest, akik valóban korrekcióznak, és feltehetőleg még meg sem kezdték igazán a nagy korrekciójukat. Ezzel szemben ott van egy másik piaci ágazat a nyersanyagok, ahol a legtöbb elem nagyon-nagyon jól teljesít mostanában, és nyilván ezek a jó teljesítmények nem múlnak el korrekció nélkül, de ettől függetlenül folytatják a bull és még mindig van egy csomóban nagyon jó potenciál. Tehát felelős kereskedőként miért választanám azt a piaci ágazatot, amiben tudom, hogy sokkal több a rizikó, és úgy kell megtalálni azokat a részvényeket, amik jól teljesíthetnek egy ideig, amíg valóban az egész piacban nem szakad, amiről ugyebár nem tudjuk, hogy akkor fog megtörténni. Tehát ennek ellenére azt választom azt a piaci ágazatot, ami tulajdonképpen jól teljesít. Ez az oka annak, hogy nem igazán keresem most a részvények megvásárlását, bár megmondom őszintén, ahogy elmondtam, vannak olyan részvények, amiket figyelünk a Patreonon is, ebből nincsen sok. Jelen pillanatban arra készülünk, hogy megtörténjen a nagy beszakadás, hiszen akkor tudunk nagyon-nagyon sokat sortolni, és rettentő sok haszonnal jár. Erről a sortolásról egyébként nagyon sokat beszéltem az előző videóimban, érdemes megnézni akár még a technikájáról is. Ha pedig ennek vége, akkor természetesen azt vizsgálom folyamatosan a háttérben, hogy melyek lesznek azok a piaci ágazatok, amik tulajdonképpen nagyon jól teljesíthetnek, és elsőként állhatnak föl a piaci kinyúlás után. Azonban a piaci kinyúlásnak is meg kell kezdődnie, és ezt az S&P 500 általam elemzett csártyán lehet látni, hogy pontosan mikor kezdődhet ez meg. Jelenleg a hetes csártot nézzük csak azért, hogy az előzőleg elemzett vonalakat nem tartalmazó csárthoz képest itt is nagyszerűen lássuk azt, az Evening Star gyertya formációt, amit már korábban kiszúrtam nektek. A gyertya formáció nagyon szép, de még egy kicsit gyenge, hiszen a piros gyertyája nem haladja meg a zöld gyertya mértékét. Ettől még nem invalid maga a gyertya formáció, és természetesen azokat is megtaláljuk, hogy miért történik ez azonnal, hogy ránézünk magára a gyertyára. A hetes csárton ugyanis jelenleg a mérlegemák azok, amik megpróbálják megtartani az elemet, ami jelenleg ezen az idősíkon azt reprezentálja, hogy az alacsonyabb idősíkokon, tehát napos, négy órás és egy órás idősíkokon mennyire próbálják visszavásárolni a jelenlegi szintről a kereskedők ezt az elemet. Nyilván van próbálkozás, hiszen bár lejjebb tudtunk szúrni, és ugye kinnagyítom, talán látjátok is a spájkot a gyertya alján, de ettől függetlenül nem tudták a negatívból pozitívba átvinni a gyertyát. Ebből kifolyólag eléggé valószínűnek tartom azt, hogy a következő három hétben meg fogja tudni látogatni a 431 dolláros szint környékét, de első lépésben már az is igen előnyös lenne, hogy ha csak belátogat a 431 és a 436-os szint közé. Ezt kihúztam nektek egy sávval, hogy lássátok körülbelül melyik szintre gondolok. Napos csártra váltva azonban egyértelműen látszik az, hogy az mérlegemákat a napos idősíkon az 50-es mozgó átlag reprezentálja, ez tehát a kereskedők vételi erejének az átlaga. Erről az átlagról, mivel egyébként csütörtökön cikluszárás volt, nagyszerűen megfordult az ár, és húztak is egy gyönyörű szép gyertyát, pont az 50-es EMA elpattanásától, de világosan láthatjuk, hogy pénteken sajnos szintén nem tudta már meghaladni a 450 dolláros árat, és a mérlegemái azonnal pofozták vissza. Negatív gyertyát húztunk, de még nincs törés az 50-esen, azonban ha ekkora nyomás helyezik rá, akkor elképzelhető, hogy hamarosan ez meg fog történni. Természetesen a ciklusnyitás miatt az S&P 500-nak van ideje jobban teljesíteni ebben a ciklusban, amely tulajdonképpen csütörtökön, ahogy említettem, április 7-én indult, és a ciklus zárása május 17-e lesz. Úgy gondolom, hogy a legintenzívebb sortolási lehetőségünk majd a ciklus második felében lesz, így tulajdonképpen még az is benne van, hogy az S&P 500 az első két hétben nem is teljesít olyan rosszul. Nem gondolom, hogy ezt a piros sávot fő már meg tudja haladni felfelé, azonban az határozott véleményem, hogy a ciklus utolsó kétharmadában már határozottan süllyedéssel kell szállni. Mindemellett a csárton láttok behúzott szinteket. A sortolást majd akkor szeretném megkezdeni, hogyha a 200-as exponenciális mozgó átlag a napos csárton el fog esni, tehát ez mindenféleképpen a 441 és a 436 dolláros szint közé tehető jelenleg is, ami azt jelenti, hogy ha 436 dolláros szint megtörik egy alacsonyabb idősíkon, teszem azt 5 percesen, akkor azonnal sorcska pozíciókba kezdek, és gyakorlatilag haladok lefelé a 431, 421 és 405 dolláros szintig. A 405 dolláros szintnél már óvatoskodni fogok már csak azért is, mert rendelkezünk egy alsó terendvonallal, amiben feltehetőleg meg fog ütközni az ár, ezért arra mindenféleképpen várni kell. Ha ezt a trendvonalat meg tudná törni az ár lefelé, az tulajdonképpen az S&P 500 végét jelenteni, és igen, agresszív mozgással meg tudná látogatni a 319 dolláros árat, mert addig már nincs szignifikáns ellenállás, hogy a de eljusson. Így tehát a nem megvásárlás biztonsági funkció. A vásárlásokat azokra a csártokra hagyom, amelyek biztonságosabban bull trendben általában a nyersanyagokból vagy a hadipari részvényekből kerül ki. Van még csárt, ami nagyon jó skalpolási lehetőségek lesznek lefelé, például a Nasdaq sokkal hamarabb elindult, mint az S&P 500, ezért a következő hét igencsak izgalmas lehet a Nasdaq számára. Apropó, hogyha szeretnétek szavazni arra, hogy milyen elemet nézzünk meg a következő heti videóban, akkor kérlek hagyjatok egy kommentet a videó alatt mindenféleképpen, és a legtöbb szavazatot kapó elem, amennyiben szerepel az én több száz elemből álló listámon is, amit figyelemmel kísérek, természetesen elemzésre kerül majd a hétvégi videóban. Remélem, hogy tudtam segíteni megérteni, hogy mi a rizikó az S&P 500-ban, és hát annak ellenére, hogy természetesen előfordulhat, hogy húz egy utolsó lábat felfelé, egyre kevesebb esélyt adok erre, és tulajdonképpen nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy ebben az időszakban hova tesszük a pénzünket. Befektetési jelleggel ugye nem sok mindent tudunk tenni, bár van egyébként lehetőség, ugyanakkor ezt majd a Patreonon kibeszéljük, azonban a kereskedés határozottan jó lehetőséget nyújt nekünk a piacon a jelen pillanatban is. Ha tetszett ez a videó, vagy tudott neked segíteni, akkor kérlek nyomj egy lájkot annak érdekében, hogy máshoz is eljuthasson a videó, és más is tudja óvatosan kezelni a pozícióit. És mindemellett, hogyha feliratkoznál a csatornára, akkor kérlek mindenféleképpen nyomd meg az értesítéseknél az összes értesítés gombot. Ez nem nekem szól, ezzel nem segített a csatornát, hanem neked, hiszen ha nem nyomod meg, nem fogsz értesítést kapni a következő videóról, és esetleg egy oktatásról fogsz lecsúszni, vagy egy elemzésről, amit te kértél, illetve egy lehetőségről, ami éppen elég szaladt a piacon. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Találkozunk a következő videóban vagy a Discord szerveren. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét és sikeres kereskedési hetet kívánok. Sziasztok!